A versenyt óvodás, iskolás és felnőtt kategóriában hirdették meg a szervezők. A futók a Szabadságtérről startolnak. A három táv a Kossuth Múzeumig, a rendőrségig, illetve a Széchenyi útig és visszatart. A város élsportolói közül többen is részt vesznek majd az eseményen. A profi sportolók mellett nagyon sok szintén nagyszerű, de még ifjabb sportoló is célhoz áll minden évben. A tavalyi futáson például ifjú kézilabdázók is ott voltak. Nagy Arnold akkor így számolt be arról, hogyan érezte magát. Jól éreztem magam. Kellemes jó futam volt. Nagyjából így végére már kezdtem lassulni, de ez így rendben volt. Sporttársa Lórend pedig annak ellenére is ott volt, hogy futóversenyekre nem igazán jár. Futni nagyon szeretek, de viszont így futóversenyekre annyira nem, mert nagyon nagy a stressz nálam, és hogy félek, hogy elrontom, vagy valami, de igazából szeretek futni. A negyedik Mikulás futáson egyébként mindenki kap oklevelet, a kategóriák első helyezettjei pedig érmet is. A Mikulás futás tehát szombaton lesz, 10 órakor kezdődik. A verseny végéig, várhatóan 13 óráig a Rákóczi út szabadságtéri szakaszát teljes szélességében lezárják. 12 óráig pedig a Rákóczi út Széchenyi útig tartó szakaszát is. A szervezők kérik a gépjármű tulajdonosokat, hogy szombat reggel 6 és délután 1 óra között ezen az útszakaszon ne parkoljanak,